Egy arborétumban sétálni az év bármely szakában felüdülést jelenthet. Ám az ébredező természetet részleges vagy teljes virágzásában tetten érni, az csupán egy rövid ideig tartó, különleges élmény. Ebben lehet része azoknak, akik megfelelő időzítéssel felkeresik például a Kámoni vagy a Jeli arborétumot. Vannak a fő látványos periódusok, tehát amikor a hagymások kezdenek felbújni, virágozni, az egy nagyon látványos időszak, aztán akkor március, április, májusban akkor a liliomfák, havaszépék, most épp a csillagsomok virágoznak még, amik nagyon látványosak, tehát mindig van valami látvány, ami virágzik. Kora tavaszt magnóliák, japán cseresznyék és nárciszok díszítik, ez a húsvét környéki időszak. Nyáron több mint 30 különböző hortenzia féle virágzik, ősszel pedig a lombhullató fák színeivel díszítenek. A kertalapító a lomblevelű örökzöld növényekre tette föl életét, Semper Vireo örökké zöldelő jelmondata az itt látható sírján is olvasható, egy magyar levél koronával szegélyezve, ez volt a gróf magát a választott címere. Hazánkban több mint 30 arborétum található, így aki csupán e kertek csendjére vágyik, bármikor bármelyikbe ellátogathat. Aki azonban a növénytársulások virágzására is kíváncsi, annak jól kell időzíteni, és ha így jár el, egész évben lesz miben gyönyörködnie. Kövess minket Facebook, Instagram és YouTube csatornáinkon. Töltsd le az appot, számos további meglepetés vár. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit!